Szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a késői időponton, majd a mai naphoz gyakorlatilag az utolsó előadást, tehát elég késői. Ezért is igyekeztem inkább ilyen színes képes bemutatót összeállítani, és maga az, amit elhangzik, illetve szó esik, mindenféle programozás meg egyéb a végén inkább, tehát nem annyira az elején, az majd a konferenciának a követő kiadványában kellő mélységben, részletességgel lesz tárgyalva, tehát oda kerülnek majd a hosszabb kódok, amit vagy azért, mert nem látszik, vagy nincs is értelme végignézni, bár mondjuk csak pár száz soros programokról van szó, azok itt nem fognak szerepelni a diákon, legfeljebb beszélek róluk, majd megemlítem, hogy ezt meg lehetett mondjuk oldani olyan terjedelemben, nyilván valamilyen magas szintű nyelven, vagy pedig valamilyen programkönyvtár segítségével. Igyekszem majd olyan példákat hozni, amik érdekesek lehetnek azoknak is, akik nem programoznak, de mondjuk gyakorlott irodai program csomag felhasználók, de elsősorban a szövegszerkesztő, vagy ahogy pontosítják a szakemberek, dokumentum szerkesztő kerülnek elő. Mondjuk ezek már a mai dokumentum szerkesztők olyanok, hogy kacsingatnak a kiadvány szerkesztők felé, sok olyan dolgot tudnak, erről is igyekszem beszélni majd a későbbiekben. Ezt is bemutatkoznék, Németh László vagyok, és itt rögtön látszik, hogy két szerepben is az FSFO.hu alapítványnak az aktivistája vagyok, és korábban, régebb óta is támogatta az alapítvány, úgyhogy gyakorlatilag én pályáztam egy-egy fejlesztéssel is sikeresen, és ezek után az eredményei, ami általában mondjuk ilyen félig meddig nyelvészeti, magyar nyelvvel kapcsolatos jellegű fejlesztések, félig mondjuk ilyen kiadványszerkesztéssel vagy tipográfiai jellegű dolgok, ezekről fogok beszélni a későbbiekben. És viszont az elmúlt év második felétől viszont a Szabad Szoftver Kompetencia Központ egy ilyen idén, ez év végéig fut ez a ECOP program, ami félig EU-s vagy nagy rész EU-s támogatással indulhatott el. Reméletileg nem csak papíron, de gyakorlatilag ez az év az, ahol itt már elhangzott egy rendszer adminisztrátori jellegű előadáson, hogy maga a központ mit pontosan milyen jellegű tevékenységet folytat, ebbe pilotprojektek, egyebek is beleférnek. A következő példákon ezeket meg fogom említeni, tehát melyek azok, amelyek mondjuk előjöttek. Konkrétan a témát is az úgy kapcsolódik a központhoz, hogy a központ által készített anyagok egy része az is gyakorlatilag ilyen félig meddig automatizált módon nyeri el a végső formáját, a külalakját. Úgyhogy ez nagyon sokféleképpen megoldható, itt egy nyílt forrásodó szabad eszközről van szó, a LibreOffice-ról, illetve egy nyílt szabványról, az Open Document szabványról, és gyakorlatilag ezek nagyon jól kezelhetők. És amit itt még itt a nyitókép mellett el szeretnék mondani, az, hogy gyakorlatilag nagyon sokféle automatikus eszköz van egy kiadvány készítése, és nagyon sokféle megoldás, de ha az ember valami olyasmit akar, mint amit mondjuk Gutenberg csinált itt jó pár száz évvel ezelőtt, ugye már több mint 500 évvel ezelőtt, az gyakorlatilag nem lehet ma sem emberi beavatkozás nélkül előállítani. Ilyen szempontból szerencsés mondjuk egy kiadvány szerkesztő, vagy majd egy fejlettebb dokumentum szerkesztő, mint a LibreOffice Writer. Ez gyakorlatilag ez a kettőség benne van, tehát megfelelően van az automatikus használati lehetőség, akár ez felületen és különböző szinten, különböző mélységben, és megvan mégis az, hogy akár kézzel belenyúlhat az ember, és azt mondja, hogy hát ezt most nem tudom máshogy megcsinálni, teszek oda egy szövegkeretet, és akkor oda valamit eltakarok, vagy éppen beleillesztek valami jelet, ami emlékeztet az eredeti nyomdászati módszerekre, tehát amikor az ember, ha kellett, akkor megfarigcsálta a betűket, így hozva létre olyan új jeleket, ami mondjuk a magyar nyelv számára szükséges. Ma már azt mondhatná az ember, hogy nem farigcsálunk betűket, de ha megnézzük a TrueType betűkészleteket, amivel nincsen mondjuk ilyen-olyan jelkészlet, ami nekünk kell, akkor ugyanezt csinálja az ember, gyakorlatilag farigcsál. Úgyhogy erre is nem azt, hogy mutatok példát, de ezt is meg fogom említeni valamennyire. Ami látható itt a képen, nem véletlenül ez a nyitó kép, ez ugye a Gutenberg 42 soros bibliája, viszont ha megnézzük az oldalt, ez 40 sor. Tehát már itt kapásból azt mondjuk, hogy itt valami sándít, legalábbis a szám. Ez gyakorlatilag jó példája annak, hogy egy menet közben elindult maga a nyomdászat, hiszen maga a nyomdászat az a kézzel másolt
ilyen kódexek technológiának az automatizálása. Igaz, hogy a kínaiak már magát a nyomdászatot azt már korábban is üzemelték, de kétségkül Gutenberg volt az, aki beindította valamennyire ezt nagyszabású módon. Igaz, mondjuk jó minőség olasz papírt kell beszereznie, meg volt a kereskedelem már ugye itt a középkorban, tehát volt ennek sok feltétele is. Maga a 40 sorra visszatérve, azt, hogy utána később 42 sorra váltott, ez pont azzal függött, hogy ezzel meg lehet spórolni a papírt, rájött menet közben, hogy gyakorlatilag, amíg ez elég szűk sorközeket még egy kicsit tovább tömöríti, akkor ugyanilyen laptükör mellett, tehát a szöveg, nem, a margók megmaradnak, képes erre a 40 soros helyre még egy két sort bepréselni. És ez menet közben, a 16. oldal után már sikerült is neki. Tehát azt lehet mondani, hogy az ember már akkor rugalmas igyekezett lenni, és itt látod egy ilyen piros szép, nem iniciálinak hívják ezt talán, de valami olyas jellegű diszbetű, ami ott kezdi a következő bekezdést. Gyakorlatilag az elén megpróbálkozott azzal, hogy több színnyomással, úgyhogy fogta és kinyomta a feketével, aztán utána a pirosra, de látod, hogy ez még nem elég precízek a módszerek, tehát az a nyomdagépe, még hogyha picit is odébb csúszik pár, egy-két fél milliméterre, akkor már nem olyan, tehát akkor már fedhet mondjuk betűket, úgyhogy később erről letett, és ezt kézzel rajzolták oda, és akkor persze az iniciáikat is meg lehetett rendesen csinálni, de a piros betűket is úgy rajzolták utána a későbbi. Ez volt a technológia. Ebben visszatérve megint a mai, gyakorlatilag a mai korra, ugye minden digitalizált, ugyanezzel küzdünk, ugyanilyen problémákkal, nem csak a nyomdászatban. Tehát itt például a LibreOffice esetében az, hogy mondjuk valamit olyan nyomdai minőségben, mondjuk egy többszín nyomást akarunk megcsinálni, ez most kicsit körülményes a LibreOffice-a. A fekete-fehér PDF kimenete az nagyon jó, a színes kimenet az, hogy nem CMYK kódolású, az jelentett problémát, azt is lehet kezelni, tehát van, ami átalakítja automatikusan, ott inkább pont az a gond, hogy mondjuk az automatikus átalakításnál a fekete szín az, aminek a leírása olyan, hogy úgy nem tökéletes, hogy maga a CMY, tehát gyakorlatilag egy ilyen mély feketét kap, de igazából az azt jelenti, hogy ha a színes oldalat keverjük, akkor mondjuk nem jön ki az, hogy lehet spórolni itt a festékkel. Tehát itt vannak szoftverek, vannak eszközök, meg fogom említeni, vannak kiadók is, amik használják mondjuk a LibreOffice Writer. Amire igazán itt most a hangsúlyt fektetni fogom, azért az automatizálás, ezeknek a szintjei, ezeknek a mélysége, és példákat mutatok arra, hogy hogyan lehet mondjuk ezt bárki által, aki tényleg csak az mondjuk dokumentumokat készít, azt felhasználni, nem kell feltétlenül programozónak lenni. Tehát a kiadvány készítésnél, mit jelent maga ez a szó, ugye a címben, ami szerepel, arra akartam utalni, hogy valamennyi, ez magára ez az automatizálási folyamatra, tehát nem maga az ember elkezdi begépelni, hanem szeretné mondjuk megoldani itt a skálázhatósági problémát írtam, az, hogy mondjuk nem egy ilyen mini könyvet szeretne készíteni, ami eléggé egyedi, nem csak a méreténél fogva, mert nagyon picike, tehát ez kisebb, mint 1 mm, 9-10 mm a mérete, és aki készítette valahol Szibériában egy mérnököt, az nyilván mikroszkoppal meg egyébben dolgozott, viszont ez nyomtatott könyv, azt hiszem Csehovnak a Kaméleon című műve 20-valahány oldalon, tehát ez egy létező nyomdai nyomtatott könyv, ha lehet könyvnek nevezni, mert az ember nem figyel, akkor elsöpör egy-kettő ilyet, vagy beszippant véletlenségből, és itt a kicsi-nagy, az nem a kicsi könyvre, a nagykönyvre vonatkozik, hanem arra, hogy mondjuk egy terjedelemre, tehát egy 10 oldalas dokumentumnak, vagy levélnek, pár oldalas levélnek az elkészítése nem olyan, mint hogy egy 1000 oldalas műszaki dokumentációt készítünk, azt egy kicsit nehezebb kezelni, nem csak azért, mert nyögvenyelősen kezeli mondjuk a számítógépes szoftver, tehát lelassul, vagy mondjuk a illusztrációk számától egyébtől függetlenül használhatatlanná válik, hanem egyszerűen az, hogy ha amennyi ilyen közvetlen vagy kézi formázást igényel, azt már az ember nem nagyon bírja. Vannak olyanok, akik bírják, tehát a népesség 1%-a, így akik autisták, azok nagyon, hogy mondjam, tehát nem jelentkezik náluk ez a fáradás vagy fáradtság, ami mondjuk a maradék 99%-ra, ezt ki tudják használni az informatikában nagyon jól, tesztelése, meg egyébre, tehát hogy kézikönyv alapján végig tesztelnek mondjuk műszaki cikkeket, az átlag ember az ebbe a munkába belebetegszik, valaki viszont ezt nem az, hogy élvezi, de ez az, ami egyfajta olyan biztonságot nyújt neki, hogy ez örömet okoz, nem tudok mást mondani.
Úgyhogy viszont itt az átlag emberek számára fejlesztett rendszerekről van szó, tehát mondjuk egy kiadvány szerkesztésről. Ezt lehet stílusokkal, egyéb módon kezelni, erre mutatok itt példákat. Az egy sok az meg nyilván arra vonatkozik, hogyha valamiből sok hasonló dolgot kell előállítani, ugyanolyan kinézetű formalevelet, vagy egyéb formanyomtatványokat, akkor megint azt látja az ember, hogy ha ezt kézzel akarja megcsinálni, akkor ez nem túlságosan jó, még hogyha be tudja tölteni az előző elmentett dokumentumot, az se biztos, hogy olyan szerencsés lesz módosítgatni, tehát sokkal célszerűbb mondjuk sablonok segítségével ezt megcsinálni, erről is mutatok példákat. Aztán itt a következő szint, ez a programozás, erről is lesz szó. És ami a címben szerepelt, hogy kiadványkészítés LibreOffice és Open Document alapokon, maga a LibreOffice ugye ez a gyakorlatilag az OpenOffice.org alapokkal, maga az, hogy az OpenOffice.org megszűnt, azt lehet mondani, mint fejlesztés, mint projekt, mert maga átkerült az Apache, illetve alapítvány, az Apache alapítvány számára, és gyakorlatilag ott az más néven már Apache OpenOffice.org néven folytatódik a fejlesztése, de még mielőtt erre sor került volna, az OpenOffice.org közösségi fejlesztői, illetve akik céges szinten, de nem a fő, gyakorlatilag a név tulajdonos, tehát a Sun, és később pedig az Oracle alkalmazottai voltak, azok előtte kiléptek, és gyakorlatilag egy valódi közösségi fejlesztést valósítottak meg. Itt látható, hogy a tavalyi berlini konferencia, itt is mondjuk az OpenOffice-ok hagyományokat követve, akik szintén éves konferenciákat rendeztek, a 2010-es emlékezetes konferencia a budapesti volt, ahol gyakorlatilag meg létrejött a maga a LibreOffice-nak az ötlete, a név és a mögött álló alapítvány, az gyakorlatilag egy ilyen OpenOffice-ok konferenciának köszönhető, és ez már egy LibreOffice konferencia, miközben a második LibreOffice konferencia Berlinben, és maga az épület, itt azt ide is írtam, ez a gyakorlatilag a Gazdaság és Technológiai Minisztériumnak a főépülete Berlinben. Ilyen szép és jó helyet sikerült szerezni a konferencia szervezőknek, és ez annyiban sem véletlen, nem csak azért, mert maga az eredeti, még az OpenOffice-ok kódbázis egy kereskedelmi program, a StarOffice volt, egy hamburgi fejlesztési program, hanem gyakorlatilag ma is a OpenOffice-ok, illetve a LibreOffice felhasználók között olyan nevezetes, és itt is majd többször említett gyakorlatilag kormányzati vagy önkormányzatok szerepelnek, mint München. És megemlítettem itt magát ezt a Document Foundation-t. Erről tavaly Timár András beszélt bővebben, és az előadás az elérhető a 2012-es követő kiadványban, a legutóbbi követő kiadványban. Ez a kép az nem csak azt mutatja, hogy milyen öröm volt, amikor ténylegesen létrejött egy hivatalos formában maga az alapítvány, hanem az is, hogy ez egy egészen speciális és különleges és megoldású alapítvány, hiszen gyakorlatilag be tudja emelni azokat a fejlesztőket, akikhoz csatlakoznak ez a közösséghez, magában az alapítványba, és így döntési jogokat gyakorolhatnak valamilyen szinten itt az alapítványon belül. Felmerülhet, hogy ez gyakorlatilag egy függetlenség biztosítása lenne ez. Van egy bizonyos, lehet, hogy András említett itt, hogy egy ilyet, hogy gyakorlatilag nagy cégek attól függetlenül, hogy állhatnak, vagy mögé is állnak mondjuk az alapítványnak, egyik sem érhet el egyharmadnál nagyobb döntési jogot, vagy itt magán a Document Foundation belül. Ez is gyakorlatilag azt akarja, azt a függetlenséget akarja biztosítani, ami az OpenOffice-ok esetében nem volt meg. Tehát ott maga, hogy az Oracle felhagyott a fejlesztésre, és elbocsátott 40 vagy akárhány fejlesztőt, azok egy része most a LibreOffice mögött álló cégek, egy-két vagy pár fejlesztő ezekbe a cégekbe került át. De azt lehet mondani, hogy maga így nem csak így jogilag különleges ez az alapítvány, hanem maga az is, hogy ahogy próbálja
megteremteni azt a stabil fejlesztői közösséget, amely hosszú időn keresztül szavatolja magának a projektnek az életképességét. De már maga, hogy megnézzük az OpenOffice-ról LibreOffice váltást, ez is azt mutatja, hogy a szabad szoftvereknek, a nyílt forráskódnak ez egy eleve adott tulajdonsága. Tehát, hogy mivel szabad programokról van szó, bármikor bárki felvállalhatja ennek a fejlesztését. Egy példát itt a LibreOffice kapcsán, hogy gyakorlatilag most a LibreOffice fejlesztését olyanok vállalták fel, itt egy-két nagy céget itt meg lehet említeni, ugye akik eleve régebben is foglalkoztak már ezzel, tehát hogy akár mert más platformra, vagy hardware és így tovább függőség miatt használtak LibreOffice-t, illetve az elődjét, OpenOffice orgot, tehát itt a pontosan a SUSE, itt Novellt említettem az előbb, aztán a Ubuntu Linux mögött álló, maga az Ubuntu Linux, illetve közössége, illetve egy mögött álló legnagyobb ilyen cég a Canonical, és a piacvezető, az Egyesült Államokban piacvezető Linux-os cég, ez a Red Hat Linux, tehát ezt lehet kiemelni, mint nagy cég, de mondjuk a tanácsadó szervezetében az alapítványnak benne van a Google, aztán a maga a Free Software Foundation, tehát egy más független alapítvány is, illetve a németeknek van gyakorlatilag egy nagy alapítvány, akik a Document Foundation létrehozásában is legnagyobb szerepet játszották. Tehát amit ki akartam lyukadni végül is arra, hogy gyakorlatilag ma azt látni, hogy önkormányzatok, így München vagy svájci önkormányzatok támogatják a LibreOffice fejlesztését egyfelől, de aztán ki lehet emelni, még arra is hozok több példát, mondjuk a Google-nek a egyetemisták számára ilyen, ez a Google Summer of Code nevű pályázata is gyakorlatilag nagyon sokat tett hozzá a LibreOffice-hoz is, hiszen gyakorlatilag egy egyetemista mondjuk nyári munkaként választhatja azt, hogyha a pályázik és elnyeri, hogy mondjuk 500 kezdő dollárral, illetve sikeres teljesítés esetén, amiben a magának a LibreOffice, illetve a Document Foundation által kijelölt mentorok segítenek neki, tehát elnyeretik az 5000 dolláros díjat a mondjuk durván két hónapos fejlesztésért. Tehát ez amellett, hogy nagyon sokat lehet tanulni, tehát fizetik az embernek a tanuló idejét, ez mindenképpen nagyon vonzó, és vannak is ilyen magyar egyetemisták is, még a köreinkben is, akik ilyesmivel fognak foglalkozni a következő nyáron, vagy vannak olyan, akik régebben foglalkoztak ilyesmivel, és most már az egyik ilyen nagy LibreOffice mögött álló cégnek a munkatársai. Na, tehát itt példa egy jelentkezésre, már nem tudom, nem láttam sajnos Andrásnak az előadását, lehet, hogy ő is fölvillantotta ezt. Ez egy vicces valamilyen szempont, ez a jelentkezés, amit itt ki akarok emelni, tehát ez egy licensz nyilatkozat arról, hogy ha bárki csatlakozik a LibreOffice fejlesztéséhez, akkor az általa hozzáadott dolgokat, azt milyen szabad szoftver licensz mellett engedi át így a projekt számára. Itt azt látjuk, hogy a licensz az MPL 2-es változat, illetve LGPL 3-as változatú licenszről van szó. Az MPL ez egy Mozilla Public License, a Mozillától jön. Igazából ezt azt lehet mondani, hogy mind a két licensz az valamilyen szempontból ilyen erős, vagy tehát ez gyenge copyleft licensznek számít. Ez azt jelenti, hogy ha módosítják az ilyen jellegű forráskódot, akkor ezt a módosítást is, hogyha kiadjuk valakinek mondjuk a futtatható állományokat, tehát tényleges felhasználóknak meg kell kapni a módosításokat is. Ezt jelenti itt maga a copyleft, hogy igazából azt akarjuk szavatolni, hogy ha valaki beletesz érdemi munkát, az bárki számára, bármelyik felhasználó számára ténylegesen módon elérhető legyen. Nyilván ez a fajta változtatás, hogyha mondjuk egy saját cég saját dolgai számára módosít valamit, az mondjuk, és csak saját maguk az ügyfelei, az nem feltétlenül vonatkozik arra, bár vannak ilyen speciális afferó meg egyéb licenszek, amik ilyen hálózati elérésre vonatkoznak. Az LGP, a GNU Public License, az L betű azt jelenti, hogy library, egy program könyvtár szinten más, be lehet építeni máshova is ezeket a dolgokat. Tehát most, mint a LibreOffice-ról beszélünk, ez egy nagy, hatalmas, nagy program, tehát most hova akarnánk azt beépíteni, ami mindjárt mutatok példát, hogy azért ennek van tényleges értelme.
És visszatérve, hogy miért mondtam, hogy vicces ez a bejelentkezés, ez a Eric S. Raymond nevű informatikus, az elég jól ismert így szabad szoftveres berkekben, sőt így még a monogramja, ez a ESR, az is ismerős lehet valakinek. Gyakorlatilag a nyílt forráskód fogalom, illetve az open source fogalom, ami így párhuzamosan létezik a free software, a szabad szoftver fogalommal, az Eric Raymond, illetve pár másik kollégának a nevéhez fűződik. Ők hoztak létre egy olyan szervezetet, aminek az lett volna a célja, hogy a kereskedelmi felhasználását felgyorsítsák, vagy elősegítsék a szabad szoftvereknek. És emellett nem olyan dolgokat is csinált, amik így gyakorlatilag így megalapozták, azt lehet mondani, ennek a nyílt forráskód mozgalomnak a sikerét, tehát a Katedrális és Bazár című könyvnek a szerzője, amiben már saját fejlesztései révén próbált rámutatni arra, hogy miért lehet jó a szabad szoftver fejlesztése, vagy miért lehet mondjuk ez ilyen közösségi fejlesztés sikeres. Más kérdés, hogy még korábbi, tehát a GNU kiáltványban is szerepeltek erre vonatkozó dolgok, tehát hogy gyakorlatilag nem csak arról van szó, hogy az ember valami jót tesz az ember társaival, hanem az, hogy gyakorlatilag egy olyan technológiai fölényt biztosíthat egy ilyen jellegű fejlesztés egy szoftvernek, ami csúcs technológiát hozhat létre. Tehát ennek a jó példát, mondjuk a Linuxot, azt mindenki ismeri, de ez kevésbé ismert például, hogy az amerikai hadügyminisztérium, ami a teljes Egyesült Államok a kutatásfejlesztési költségének több mint a felét költi el egy adott évben, az gyakorlatilag a legkorábbi felhasználók között volt a szabad szoftvereknek, és több tanulmányban, meg szakértői anyagban bizonyították, vagy elemezték ezt, hogy gyakorlatilag azokat a csúcs technológiai dolgokat nem lehet rábízni ilyen egyedi, meg saját fejlesztési dolgokra, ugye magáncégek, meg egyebek fejlesztik, hanem össze kell fogni, és gyakorlatilag a Forge Mill nevű ilyen gyakorlatilag katonai, közösségi, fejlesztői ilyen oldal, mert több mint 700 olyan alkalmazást tartalmaz, vagy fejlesztés, amit gyakorlatilag az amerikai hadifegyvereket, meg az ehhez kapcsoló egyéb dolgokat üzemeltetik, működtetik. Tehát ebből úgy látszik, hogy valamennyire igaza volt, már itt, mint itt emlegetett Richard Stallmannek, amikor a GNU kiáltványt megírta, nem csak azért, mert mondjuk a mai csúcs technológiai orvosi berendezéseket is, mint a Siemens gyárt, azokat is szabad szoftverek működtetik, sőt ráadásul ilyen GNU-s szabad szoftverek még, amit a Richard Stallman kezdett fejleszteni. Tehát amit visszatérve itt, hogy Eric Raymond itt pont nincs talán egy június 1-én, tehát idén 2013-ban jelentkezett, hogy ő is szeretne a LibreOffice fejlesztéshez csatolni. Még egy, ami a nevéhez fűződik, hogy időnként látni a hacker logónak nevezett kis így a szabad szoftverhez kapcsolódóan is szokták ezt emlegetni. Ugye, ilyen hacker szótárt írt még a 60-as, 70-es években kialakult ilyen szókincsről, amerikai szókincsről, és maga ez a logó, ez pedig a életjátékból származó sikló, vagy glider angolul, annak egy négyzetrácsba elhelyezett kis korongjai, az maga, annak egy, az többféleképpen kinéz, hogy mozog a pályán, de az ki van emelve egy ilyen alak belőle, és ez a hacker logo, és szintén ő javasolta ezt, és azóta ezt többen átvették. Ja, így is írt alá, de mondjuk ez az mondjuk is aláírás, hogy ESR, ugye itt látható. Visszatérve arra, hogy LGPL licenszről van szó, és azt látjuk, hogy a LibreOffice fejlesztésében tényleg megjelentek egy programkönyvtárok készülnek, amelyek hát bármely más program, nem csak a LibreOffice fel tud használni. Mondjuk a másodikat emelném ki, ezt a libcdr, ami a CorelDRAW-nak a gyakorlatilag a egészen elavult régi formátumot, amit a legújabb vagy az újabb CorelDRAW-k sem támogatnak, az készült el így a LibreOffice-hoz kapcsolódóan, de ilyen programkönyvtár formájában, és mondjuk a Inkspace nevű népszerűen vektorgrafikus könyvtár is ezt használja. És ez így kezdve a Visio nevű alkalmazás, amit a Microsoft felvásárlása után beépítette a Microsoft Office-ba, ezt szintén támogatja a LibreOffice, szintén egy ilyen, ráadásul egy ilyen Google Summer of Code-os fejlesztésnek köszönhetően LibreVisio programkönyvtár néven építhetik be más irodai más programcsomagok, nem feltétlenül szabad programcsomagok, mert az LGPL licenc azt is jelenti, hogy egy zárt programcsomag építse be ezeket a amúgy nyílt forráskódú
programokat. Tehát ez ilyen szempontból egy engedmény. A Microsoft Publisher az egy egyszerű kiadványszerkesztő, ennek is elindult a fejlesztése. Itt az Orkus programkönyvtár az így egy nagyobb hatásfokú táblázatkezelő formátumokat támogató ilyen szűrő programkönyvtár, aztán itt az a libcmish nevű, ez pedig gyakorlatilag egy ilyen cmish szabványnak megfelelő ilyen verzió, ilyen dokumentum kezelő rendszereknek a felületét lehet ezzel elérni, tehát hogyha ennek a bővítésével mondjuk megvalósítható egy ilyen SharePoint, vagy a Google Drive-nak a elérése, onnan állományok kiolvasása, visszatöltése, verziók közötti keresés. Aztán ide fölírtam mondjuk a PDF export és importot is, ezek között inkább azt látjuk, hogy maga a LibreOffice a felhasználó, tehát maga is egy olyan ilyen hatalmas fejlesztés, nagyon sok mindent beépít máshonnan, tehát felhasznál olyan dolgokat, mondjuk így a meglévő ilyen PDF kezelő, vagy illetve ilyen azokat ilyen bittérképes, tehát akár a nyomdai kivitelezés során igen, használt eszközöket felhasznál. És visszatérve arra, hogy felmerült, hogy mit csinált Eric Raymond a LibreOffice fejlesztésben, itt megkérdezték többen, így egyik vezető fejlesztő is Michael Mix, és jött rögtön a válasz, hogy itt van a fejlesztése. Itt a Git rendszerének, verziókezelő rendszerének a felületén látható, hogy itt a megváltozott sorok, itt láthatók, hogy ez a pirossal jelölve az eredeti sor, és a zöld pedig a módosult sor. És ha megnézi az ember, akkor azt látja, hogy egyetlen egy betű változott meg benne, ráadásul az se változott meg igazán, csak a kisbetű helyére egy nagy betű került. A fordított per F kis B lett fordított per F nagy B itt a kódban. Gyakorlatilag a TROF formátum kézikönyv oldala a LibreOffice-nak hibás volt, mert nem a megfelelő ilyen vezérlő szekvenciát tartalmazta, és ezt javította ki Eric Raymond, és juttatta be így gyakorlatilag ilyen fold formájában, és már be is került biztosan a LibreOffice-ba, és gyakorlatilag most már helyesen jelenik meg a kézikönyv oldal. Ugye ez a ránézés, ez a B, ez a boldot jelenti, tehát hogy félkövér szöveggel volt kijelölve az a minusz O kapcsoló, és valószínű, hogy a kis B miatt ez nem jelent meg formázva, a lezárása az jó volt. Úgyhogy egyetlen egy betű, még csak nem is megváltoztatásával, a nagy betűsítésével be lehet kerülni a LibreOffice-ba, tehát ez bárkinek mondom, hogy ilyen jellegű hiba is hiba, komoly hiba is, és lehet csatlakozni így a LibreOffice fejlesztéshez. Más kérdés, hogy itt ez maga ez a TROF rendszer történetileg, valakit érdekel, mondjuk itt a Unix története, az tudja, hogy ez kulcsfontosságú volt magának a Unixnak a létrejöttében, tehát csak erre adtak pénzt és engedélyt, hogy a három titkárnő munkáját segítsék, tehát csináljanak meg egy rendes szövegszedő rendszert, és ennek kapcsán mellékesen megcsinálták a Unixot is, tehát hogy kaptak egy kis időt, fejlesztési időt, meg lehetőséget. Arra már nyilván sokat dolgoztak azon egyéb idejükben is. Akkor, ami a címben szerepel még az Open Document szabvány, ez egy nyílt szabvány, ráadásul így legalábbis a szabványosítási folyamatának az első, gyakorlatilag a tényleges ISO kimenettel megegyező szabványok, mindenféle terítési díj vagy jelképes díj nélkül is letölthetők és hozzáférhetők itt a interneten. Itt három változat látszik, hogy két és maga a dátum is, hogy 2005-ben jelent meg az 1.0-as, 2007-ben az 1.1-es is, és itt 2011. szeptemberében pedig az 1.2-es, és maga így ez mostanában szerintem magán az ISO szabványosításon is túl van már a legutolsó változat is, és gyakorlatilag ez egy tömörre áttekinthető és tényleg alaposan átgondolt szabvány, aminek megvannak az OpenOffice orgos eredetei, de gyakorlatilag a szabványosítás során egy teljesen új formátum jött létre, amire maga az OpenOffice org is átváltott, már talán 2006-ban, tehát ez lett az alapértelmezett formátum az OpenOffice org-nak, és azóta részben amiatt, mert hasonló kódbázisú, tehát ilyen IBM, Lotus Symfony, vagy éppen a
KDE projektnek a szerkesztő, szövegszerkesztője, tehát nagyon sok helyen megtalálni már a magát, vagy alapértelmezett, ezek most itt az alapértelmezett formátumok, az Open Dokumentet. Ez egy ISO szabványosítás után magyar szabvány lett, tehát MS ISO minősítést is nyert, és van már egy-két olyan kormány határozat, hogy nem is magára az Open Dokumentre, de magára a nyílt forráskódú programcsomagokra csomagokat lehessen használni. Hát meglátja majd az ember, hogy ez mennyire sikerül. Ez részben azon múlik, hogy mennyire ismeri az ember egy ilyen csomagot, és nyilván az egyik legnagyobb probléma, hogy maga a migráció, amit elhangzott már gyakorlatilag itt pont a rendszeradminisztrációs előadáson, ennek kapcsán maga egy dokumentum migráció, egy olyan, maga ez a szabvány mondjuk lehet, hogy nincs 1000 oldal, bár már az utolsó változatot már több részre szedték ott, de kellően bonyolult ahhoz, hogy magának a megvalósítása is, és annak kapcsán még a megvalósítások között az átjárhatóság is sérüljön, akármilyen pici szinten, de az fogja zavarni a felhasználót. Tehát erre fogok itt példát mutatni, hogy milyen olyan migrációs segédeszközök vannak, amivel lehet gyakorlatilag ezt a problémát is megoldani, elég nagy probléma, vagy az egyik legnagyobb, vagy nem a legnagyobb probléma. Mondjuk, hogy lehessen egy szabad programcsomagot bevezetni sikeresen, mondjuk egy magyar önkormányzatnál, vagy a teljes közigazgatásban. Hát ez most igazából itt nem tudom, hogy tehát itt ez csak egy közbevetés, ez egy dia, tehát hogy itt ezek az oldalakban nem látszanak, de ezek vektorgrafikus képként vannak beillesztve ide az Open, illetve a LibreOffice-nak a bemutató készítő programjába, az Impressbe, és akkor gyorsan itt leírtam egy diára, hogy ilyeneket hogyan lehet megcsinálni. Annyi hátránya van, vagy előnye annyi van, hogy maga nagyon jó minőségű lesz a PDF kimenet, most PDF maga a bemutató, de attól függ persze, hogy hogyan kezeli az ember magát a programot. Ez néha mondjuk indulásnál lehet, hogy kényelmetlen, attól függ, hogy tesz-e valami előnézeti képet hozzá ez a úgynevezett EPS formátumú képekhez. Ez a PostScript-nek az ilyen kisebb, de is méretezhető, beilleszthető, oldalba beilleszthető formátuma. Annyit kell róla tudni, hogy kiadvány szerkesztők azok itt kezdődnek, tehát hogy szépen kezelik ezt a formátumot. A legtöbb ilyen-olyan marketing hirdetés, marketing cégek ilyen EPS formátumban készítik el addig is teljesen elkészült hirdetést, onnantól kezdve az könnyű beilleszteni egy akármilyen színes folyóiratnak a megfelelő oldalára, vagy a valamelyik részére. Tehát igazából ezt meg lehet tenni magával a LibreOffice-szal is. Erről talán tavaly előtt tartottam egy előadást, ahol elmítettem egy belga céget, aki ilyesmivel foglalkozik, de igazából, hogy magát a nyomdai végeredményt is olyan legyen, hogy itt ez a PostScript-en nincsen gond, tehát ez elvileg ez már nem módosul, tehát ebbe meg lehet úgy csinálni, hogy a nyomda szereti. De ha egyéb színes dolgokat teszünk be, vagy egyéb fotókat, ott például a belga rendszernél is használnak olyat, hogy mondjuk a PostScript vagy a PDF kimenetben kicserélik a nyomda által igényelt formátumú, felbontású képekre. Más kérdés, hogy mondjuk ezt valamilyen szinten itt is meg lehet csinálni, de ez az RGB átmenet, ez itt azért még lehetne itt fejleszteni, de mondjuk, hogyha az ember fekete-fehér dolgot csinál, akkor ezzel nem kell foglalkoznia, csak elmenteni egy ilyen fekete-fehér. Ennyit akkor erről. Itt ugyanilyen képek vannak beillesztve, tehát annyiban érdekes ez még itt, hogy az élsimítás az működik ezekben a képekben. Tehát, hogy most itt egy képet tettem, vagy nagyon nagy felbontású bittérképes képet kell volna betennem, vagy beteszem vektorosan, de hát ilyet most nem tudok hirtelen vektorosan másképp csinálni. Itt is az előző dián ilyen külső átalakító programot kellett meghívni, ami áttette mondjuk az adott PDF oldalát, ennek a követő kiadványnak valamelyik oldalát erre az EPS formátumra, de meg lehet csinálni. Annyi, hogy ezt még közvetlenül olyan kényelmesen menüből nem támogatja a LibreOffice. Egy parancsot le kell futtatni, hogyha az ember ilyet akar. Amit itt szintén gyakorlatilag itt már konferencia kiadványról van szó, ez a követő kiadványhoz készült el egy olyan sablon, ahol gyakorlatilag ami próbálja a magyar tipográfiának megfelelően mondjuk az alapbeállításokat tartalmazni. Ez a sablon ez elérhető a templates.libreoffice.org címről, talán egy szabad szoftverkonferencia néven, tehát ott rá lehet erre keresni.
Ez valamivel többet tud, ez a sablon, tehát mondjuk, hogyha az ember megnyitja, akkor egyből bekéri a címet, és bekéri a szerző nevét is. Ezt lehet többféle, vagy más módon is csinálni, ez éppen azért teszi meg, mert gyakorlatilag a konferencia kiadványnak a cikkei, itt a következő oldalon látható, az majd egy ilyen fődokumentum formátumban kerül a sok-sok cikk egy helyre, és gyakorlatilag itt a szerzőket és a címet tartalmazó tartalomjegyzéknek az elkészítése az, ami mondjuk így egyszerűbbé volt téve azzal, hogy bekírja a nevet és a címet. Amit ezzel kapcsolatban itt el szeretnék mondani, az, hogy gyakorlatilag ennek a folyamatát, ennek a felépítését azt a követő kiadvány, vagy utólagosan egy cikk formájában beleírtam. Nem tudom, hogy itt látható talán, hogy a követő kiadvány margójára, tehát gyakorlatilag saját magát dokumentálja a követő kiadvány legalábbis ebben a vonatkozásban, hogy hogyan lehet egy fődokumentumot használni, vagy mi az, amire a magyar tipográfia szabályok, vagy legalábbis a legalább betűbbeket, hogyan lehetett beállítani ebben. Ezt így emiatt nem is akarom részletezni, bár mondjuk, amit itt kiemelnék megint, az megint benne van ebben a cikkben, hogy például itt a képeknél, itt a bal oldalon látható lapnak az illusztrációja, az egy SVG formátumú vektorgrafikus kép volt, ezt is kezeli a LibreOffice, be lehet illeszteni. Ugye az első ilyen között volt a irodai programcsomagok között, nem tudom, lehet, hogy a Microsoft Office ott a Visio támogatta, azt hiszem, de mintha más nem támogatta volna az SVG-t, nem tudom. De minden esetre itt az SVG az egy szöveges ilyen XML alapú formátum, tehát ha amikor az ember szeretné, hogy egységes legyen a kiadványa, akkor az ember fogta és egy ilyen csere művelettel kicserélte a benne lévő betűkészletnek a nevét a kiadványban használt betűkészlet nevére, és a teljes, gyakorlatilag a teljes kép így ugyanazok a betűtek típusokat használja, mint a maga a kiadvány. Tehát ezt akár egy másféle vektorgrafikus képformátumnál, akár egy nyilván egy bittérképesnél nem lehet megcsinálni. Tehát ezek kis dolgok, de nagyon hasznos és jó dolgok. De mondjuk ugyanilyen könnyű emiatt az én SVG, ez az alapformátum a Wikipédiának, tehát a vektorgrafikus képformátuma. Ugyanúgy lehet honosítani mondjuk, tehát magyarra kicserélni a feliratokat. Ezt meg is teszik páran. Aztán, igen, itt maga a konferencia kiadványról, itt majd a későbbiben beszélek is akkor ennek a menet kialakításáról, ami esetleg még érdekes lehet. Aztán, amit gyakorlatilag lehet, hogy itt most meg is fogok mutatni, és elhangzott itt az előzőekben, hogy a kompetencia központ egy ilyen átfogó keretrendszert, szabad szoftveres keretrendszert alakít ki, és részletesen dokumentálja ezt. Ezt lehet rögtön mutatok is egy példát, sajnos itt képet nem tettem be. Igen, tehát betöltöttem egy üres dokumentumot, és ezt itt címsor egyre formáztam, és most egy kicsit trükkös ez persze, azért készítettem elő ezt a trükköt, hogy látható legyen, hogy hogyan épül föl mondjuk ennek itt a keretrendszer dokumentáció sablonnak a felépítése. Most kiválasztom itt a landscape, vagyis a tájkép elfektetett oldalformátum volt, ezt most én változtattam át. Kiválasztom itt az oldalstílusokat, és kiválasztom a alapértelmezett oldalstílust. Ez a, sajnálom, elnézést kérek, hogy angol nyelvű LibreOffice használok, de ez most éppen ilyen legfrissebb változat, és így néha ez praktikus nekem. És akkor egy két kattintásra formázom ezt az oldalt ilyen alapértelmezett oldalra, hogyha reagálni itt a, igen, reagált. Tehát az látható itt, hogy maga azzal, hogy gyakorlatilag nem csináltam más, csak egy stílust használtam, mondjuk adott esetben oldalstílust, vagy persze most kifordítottam a dolgot, de majd. Tehát, hogy alap esetben is már ez látszik, ha az ember betölti a sablont, csak így látványosabb volt, hogy gyakorlatilag ezek a dolgok, amit itt beállítunk, ez mind a sablonból jön. Tehát akár a címoldal, a cím megfelelően formázva, aztán
hogyha itt ez csak egy oldal, de megyek tovább a következő oldalra, akkor bejön a tartalomjegyzék, bejön a ennek az oldalnak a stílusa. Ott megint a cím ismétlődik, itt írhatnék mondjuk itt annak megfelelő stílusban bejönnek a különböző címsorok, attól függ, amit használok. Megyek a következő oldalra, és a következő oldal meg látszik, hogy egy harmadik oldal stílus. Sőt, a következő, a negyedik oldal szintén egy, az meg egy ötödik, attól függően, hogy néz ki ez a dokumentum. Magyarán szóval, ez ami szerepelt ugye az ismertetésben, ez lenne az összetett dokumentum sablon, ami gyakorlatilag mindent sablon szinten tartalmaz, azt lehet mondani, hát egy dolgot mondjuk a tartalomjegyzék frissítését, azt ez most, itt most kézzel megy, ha mindent igaz megnézem, tehát azt mondom, hogy frissítse, akkor itt bejött a két darab ilyen címsor, amit beírtam. És gyakorlatilag, amit itt ide is írtam, tehát hogy az utolsó sorban, hogy ezt mind meg lehet oldani egy ilyen open dokument, szöveges dokumentum sablonnal, vagy OTT kiterjesztést ad ez, azon a módon, hogy gyakorlatilag ezek a dokumentumok tárolhatnak tetszőleges oldalstílust, ezek az oldalstílusok összeköthetők egy láncban, hogy hogyan kövessék egymást, ez egyszerűen a stílusnak a ilyen következő stílus ilyen formátumban van, meg lehet ez bekezdés stílusoknál használni, de lehet oldalstílusoknál is használni, és vannak olyan részei a dokumentumnak, amelyek gyakorlatilag a sablonnak a részei, ilyen a fejléc és a lábléc, és a fejléc, lábléc az alkalmas arra, hogy gyakorlatilag minden képet, szöveget és itt tároljon, és minden oldalstílusnak ugye különböző fejléce, lábléce lehet, így került ez kialakításra, ez a sablon. Aminek annyi az előnye még, majd itt a későbbiben mondani fogom, hogy gyakorlatilag van egy olyan dokumentum, ami egyszerű címsor formázást tartalmaz, címsor 1 és itt címsor 2, címsor 3, ez gyakorlatilag elkészülhet bármilyen egyszerű eszközzel, bármilyen, lehet ezt mondjuk így a Wikipédiában használt ilyen rich text formátummal is megoldani, esetleg egy oda egy pici átalakítót kell írni, de ha van egy ilyen címsor 1, címsor 2 és így tovább open dokument formátumom, onnantól kezdve ezt be lehet másolni egy ilyen sablon állományba és elnyeri a végső formáját. Tehát nem kell kézzel vacakolnom, hogy itt most ilyenre formáznom a címsorokat, hogyha megvan ez a logikai váz, akkor utána nagyon könnyen el lehet készíteni egy dokumentumot. Hát erre is látunk példát, hogy még ezt is lehet tovább fokozni, tehát lehet automatizálni, hiszen nem biztos, hogy olyan helyről számozik az a szöveg, hogy ne szeretnénk azon majd automatikusan változtatni, hogyha lehet. Hát igazából gyorsan megnézem, hogy a... Igen, szerepelt egy példa, hogy a Google dokumentumokból is letölthető mondjuk ilyen ODT állomány, letölthetők, de olyan hibák szerepelnek benne, amiket kézzel kicsit nagyon nehéz átjavítani, tehát például mondjuk a lábjegyzetek azok nem lábjegyzet stílusúak, hanem normál szöveg stílusúak. Minden lábjegyzet szöveg előtt van egy üres szóköz, ezzel van formázva. Aztán a címsorok azok is furcsán vannak formázva, és címsor 10-re van, tehát nem tudunk utána kézzel beszúrni egy tartalomjegyzéket. És gyakorlatilag ezt ki lehet javítani szintén automatikus eszközökkel, így a programon belül, ez a következő fokozat, amikor az ember már úgy használ automatikus eszközt, hogy nem programoz igazából, vagyis nem nevezi ezt programozásnak, de tulajdonképpen ez programozás. Tehát, hogy azt mondja az ember, hogy keressük meg az összes címsort, és ezt alakítsuk át valamire. Hát ezt itt most ide gyorsan átugrom, hogy szerkesztés menüben, elnézést kérek, hogy és gyakorlatilag be lehet állítani a több opció között, itt van egy ilyesmi, hogy stíluskeresés, és kikereshetem gyakorlatilag az összes első ilyen címsor egy stílusú bekezdés azzal, hogy ez a find all, vagyis az összes keresése a magyarban. És ha megvan, ki van ez jelölve a szövegben, elvileg ez, igen, most csak a címsort jelölte ki itt a szövegben, utána gyakorlatilag ennek a bekezdés formázásában mondjuk elvégezhetetem azt, amit hibásan tárolt a Google dokumentumok. Itt például az outline level az, ami hibásan szerepel. Aztán nem árt az sem, illetve szintén akkor megmutatom már nagyon tanulságos olyan szempontból, hogy kevesen használják, de van egy hasonló ilyen, ez a reguláris kifejezéseknek a használata,
hogyha veszi az ember a fáradtságot, hogy átnézi a súgót, ami talán példákat is tartalmaz, a LibreOffice súgót, akkor meg tudja azt csinálni, hogy egy ilyen kalappal jelöli azt, hogy mivel kezdődik a bekezdés, és tesz egy szóközet, akkor azt mondja, hogy keressük meg az összes olyan szóközt, ami a bekezdés elején található, ez azt jelenti, és ezen a módon, hogyha azt üresre cserélem, akkor mondjuk és ki tudom törölni ezeket a felesleges szóközöket a bekezdések elejéről. Azzal a dologgal, itt, hogy előhívom a súgót, most nem, inkább nem hívom, nem tudom, hogy webben keresztül keresné, vagy nem. Tehát ott meg tudja ezeket a kifejezéseket találni. Ez egyfajta programozás, de olyan programozás, ami gyakorlatilag minden felhasználó számára nyitva áll, aki nem ismeri a programnyelveket, az sem. Mondjuk meg kell nézni a gyakorlatilag példákat erre, hogy hogyan lehet ezt használni. Aztán itt a Volmux-ot emelem ki még nagyon gyorsan, és lehet, azt nem tudom, hogy rá tudunk nézni egy pillanatra. A migrációt említettem, mintha az egyik, ha nem a legnagyobb probléma, mondjuk, ami ugye a LibreOffice bevezetésében felmerülhet. A Volmux az a München önkormányzat által kifejlesztett keretrendszer, egy OpenOffice-ról kiegészítő, illetve most LibreOffice-hoz, vagy az Apache OpenOffice-hoz is illesztető, kiegészítő, ami megcsinálja azt, hogy mindenféle régi dokumentumot, ilyen doc formátumú dokumentumot, űrlapokat, elsősorban űrlapok az, ami a legösszetettebb és emiatt a legnagyobb problémás lehet, az segít áttenni Open Document formátumra. Ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani, és ami még ráadásul hozzájön, és ami indokolhatja a migrációt, nem csak az, hogy ez most nyílt meg, hogy ez olcsóbb, és így tovább, hanem optimalizálja is ezt a gyakorlatilag a űrlapoknak a kezelését. Megjelenik egy olyan, hát most nem tudom, hogy itt meg lesz-e, hát elvileg, igen, itt valamerre állítottam be a Volmux-ot, de azt nem szereti, úgy látom a kivetítő, vagy van itt valami? Igen. Tehát elvileg a Volmux az, tehát a gyűrlap tervezőn belül példákat mutattam volna, képes arra, hogy függetlenül mint a vázlat nézett a bemutató készítőben, képes kiemelni a lényegi részeit az űrlapnak, és azt egy egyszerű, gyorsan kezelhető felületen végig kattingatja az ember, kitölti az űrlapot, miközben látja a kimenetet is, mert mutatja közben, mindig oda gördít a szövegben, hogy mi változott. Egy-egy kattintással az is meg lehet mondani, hogy feltételes részeket, teljes szakaszokat bekapcsol a dokumentumban, és egy komplex űrlapot elő lehet így állítani. München olyan szinten használja ezt, hogy nem csak az egyszerű, mondjuk egy fax előlapot lehet így pár kattintással kitölteni hatékonyabban, hanem mondjuk egy egészen millió eurós nagyságú közbeszerzési pályázatoknak is gyakorlatilag a összetettségét meg lehet egy ilyen komplex Volmux űrlapban a kis dolgokat, tehát egy kis közbeszerzésekre, meg a legnagyobb közbeszerzésekre vonatkozó dolgokat, hogyha feltételes szakaszokban vannak, ezt egységesen kezelni. És gyakorlatilag ez egy ilyen a függőségek, az érvényesítés, a mezőérvényesítés, a validáció, az is több szinten megoldható, adatbázis kapcsolatok, vagy éppen automatikusan vonalkód generálás, tehát bővíthető rendszerről van szó. És úgy néz ki, hogy ennek elkészülhet egy honosítása azzal a céllal, hogy mondjuk magyar közigazgatások, vagy magyar önkormányzatok, közigazgatási intézmények ezzel az eszközzel mondjuk elő tudják segíteni, hogy egyáltalán meg tudják valósítani a dokumentum migrációt, vagy maga a irodai programcsomag migrációt egy szabad szoftverre. Aztán programozhatóságról még csak pár szóban röviden, többféle programnyelvet is használhatunk, illetve vannak olyan jellegű dolgok, amiket nem nevezünk kifejezetten speciális programozási eszköznek lehet tekinteni. Az XLST az mondjuk nem speciális, tehát ez egy teljes értékű ilyen programnyelvnek tekinthető, csak éppen XML alapú, arra szolgál, hogy dokumentumok között, XML alapú formátumok között alakítsunk át. Ennek kapcsán itt szerepel ez a, most vettem csak észre és nagyon tetszett, ugye a kiadvány szerkesztés kapcsán, hogy ez az UOF formátum, amit Kína dolgozott ki, mert egy se tetszett neki, sem a mondjuk a Open Document, sem a Microsoft által készített OXML, tehát a saját formátumokba beletették mondjuk a mértékegységnek a didó pontot. Tehát, hogy nem az amerikai ilyen PostScript kiadvány szerkesztők által, az Apple által bevezetett PostScript pont, hanem az eredeti, nem is az angol száz, hanem a Franciaországba
kidolgozott tipográfiai pontot vették alapul, illetve azt is támogatja ez az UOF szabvány, és nyilván támogatja a LibreOffice-nak az ilyen XLST, UOF XLST átalakítója, szűrője. Speciálisokról, hát ezt most igazából majd csak egyet fogok említeni. Amit ki akarok még emelni, hogy ugyanígy, ahogy szóba került, hogy rendszer adminisztrációhoz készülnek segédanyagok a kompetencia központban, az egyik ilyen segédanyag az viszont magáról a szakalmazások készítőinek, fejlesztőknek szóló ilyen anyag lesz, ami gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy hogyan lehetett az Open Document formátumot a lehető legegyszerűbben, illetve a LibreOffice-t a lehető legegyszerűbben beépíteni szakalmazásokba, amit mondjuk az önkormányzatoknál vagy egyéb helyen használnak. Egyéb mondjuk adózáshoz vagy valamilyen jelentésekhez, állam által igényelt dolgokhoz. Itt egy rövid példát mutatnák, hogy ezt sem mindenki ismeri, hogy például Linux alatt is szabvány már, hogy hogyan lehet mondjuk bizonyos formátum állományokat megnyitni az adott szerkesztőben. Az XDG ilyen keretrendszerben az XDG Open, hogyha megad az ember egy állomány nevet parancsorban, és nyilván egy szakalkalmazás, hogyha meghívja a Linuxos, ez egy hét, egy parancsort futtat le, akkor meg tudja nyitni az éppen hozzárendelt, alapértelmezett, mondjuk LibreOffice telepítés esetén ez a LibreOffice, tehát azt a LibreOffice-ban a példa ODT állományt. És nyilván itt látható, hogy nem egy azonos mondjuk a Windows-ban, itt a Macintosh, macOS-ten esetén, de majd a hasonló egyszerűség elérhető ugyanígy ezekben a rendszerekben. Tehát innen kezdődik, így már mondjuk be lehet építeni, hogyha az a szoftver mondjuk egy jelentést betölt még, legenerálja az OTDT állományt, mondjuk programból, vagy módosít egy sablont, utána ezt meg tudja nyitni, és ránézhet az ember, módosíthatja a LibreOffice-ban, és kinyomtatja például, ha nem parancsolból nyomtatja egyből. Mert itt szóba került a manuál, amit éppen Eric Raymond most javított, így a Man LibreOffice parancsal megnézhetjük, hogy mi mindent tud, hogyan lehet például mondjuk akármennyi, mondjuk van korlátja a parancsornak, tehát egyszerűen azt lehet, hogy csak olyan 30 ezer állományt lehet áttenni PDF formátumba, de ez is megoldható parancsorba, tehát ez nem probléma, ez csak egy kis módosítást igényel, vagy köré egy helyi programot írni. Makrót is indíthatunk egyből, ilyen makró előtaggal parancsorból, basic makrót, meg egyebeket, és illetve itt a cső állományokon keresztül tudunk kommunikálni a LibreOffice-szal. Ez annyiban érdekes, hogy ez egy gyors kommunikációs módszer, és itt fel is lett használva például, hogy a szakalkalmazások javításánál, automatikus javításánál. Itt látható, hogy hogyan módosítható egy sablon, mondjuk az ODF Py, szintén EU-s fejlesztés, a környezetvédelmi EU-s ilyen szervnek az egyik fejlesztője készített egy ilyen ODF Py programcsomagot. Látható, hogy egy kész sablon állományt egész egyszerű módosítani egy pár soros Python programból, ott felhasználói mezőket módosítja ez. Ez mondjuk egy jávás, szintén ez így az Apache ilyen alapítvány által még a régebbi OpenOffice-hoz készített ilyen jávás segédkönyvtáraknak van egy ilyen simple, egyszerűsített változata, és azzal úgy lehet módosítani mondjuk, ezek kerülnek bele ebbe a alkalmazási jegyzetbe, illetve ennél komplexebb, bonyolultabb dolgok is. Aztán gyakorlatilag a kiszolgálói oldalról itt talán a következő példa, igen, itt látható, hogy mondjuk vagy a Google dokumentumok, vagy egyéb, tehát például elérhető ilyen ez a Etherpad nevű elosztott alkalmazás. Ezeknek az előnye, hogy egyszerre egy darab dokumentumot, egy darab állományt, akárhány ember, tehát több ember tud módosítani, és ez mondjuk időnként praktikus lehet, főleg, hogyha a gyorsabb, mondjuk több szakértője van egy témának, akkor így lehet, hogy hatékonyabban tudnak együttműködni. Erre itt van egy példa, hogy lehet mondjuk automatikusan itt a UNO nevezetű programozási felületének a felhasználásával mondjuk dokumentumokat elérni. Erről is lesz példa. Itt a konferencia kiadványnak magának az átalakítása is részletesen szerepel, majd a követő kiadványban egy leírás. És a magyar LibreOffice fejlesztésekről egy rövid szóban, itt elhangzott már az előzőekben, hogy a LibreOffice honosítása jelenleg egy a kompetencia központ keretén belül folyik. A Volumux az egy olyan fejlesztés, amit felügyel a kompetencia központ. A Libre logó az arról elhangzott így mostanában így szintén pár szó, ami gyakorlatilag egy iskolai célú felhasználás célhoz megdelmelt általános ilyen vektorgrafikus nyelv. Aztán a fejlesztések közül
amik most így átugrottak, amit kiemelnék esetleg, hogy javult például a kalkban és a dróban a magyar elválasztás, itt a kettőzött több jegyűben, a dróban azt jelenti, hogy mondjuk a grafikus objektumokon belül, tehát a writeren belül teszünk meg grafikus objektumot, azt se választottál eddig rendesen, csak ez nagyon kevés, tehát viszonylag ritkán előkerülő problémáról van szó, de ez a probléma is javításra került, így a kettős J betű kivételével, ha valaki szeretne ilyennel foglalkozni, vagy akkor kaphat instrukciókat, hogyan lehet azt még kijavítani, ez inkább csak idő miatt, bár most láttam a Raj nevű példát, hogy az, azt hittem, hogy a Bridge az egyetlen, de kiderült, hogy a Raj indiai átírás is a Raj-jal, ott szintén előmerül ez a probléma, meg lehet keresni még ilyen J betűs szavakat. Aztán itt elromlott egy-két dolog, ami javításra került, aztán itt a GDL nyelvről igazából annyit érdemes tudni, hogy ezt egy-két helyen használják magát azokat, illetve nagyon praktikus, hogy a az név előtt mondjuk betűkészlet szintjén, igaz, hogy csak pár betűkészlettel, ez a Linux Libertin, illetve Linux Biolinium G betűtípusokban segít egy ilyen tipográfiai eszköztár, tehát azzal be lehet állítani, hogy egy hivatkozás, ami számot tartalmaz, az megkapja automatikusan az A-az névelőt, és az valamennyire elérhető felületen. A cél az lenne, hogy egy egyszerű fejlesztéssel gyakorlatilag a minden ilyen open type betűti készlet, ami jóval elterjedtebb, mint a grafit, az valamilyen szinten ezekkel a lehetőségekkel rendelkezzen. Itt mondjuk elsősorban a tipográfiai lehetőségekkel, ligatúra kezelés, meg egyéb jön számításba. Ezekre is példákat tudnék mutatni, de már régen kifutottam az időből, úgyhogy elnézést kérek. Egy dolgot szeretném mondani még itt a 4.1-es LibreOffice újdonságokhoz, amit András nem mondott el szerintem, mert lehet, hogy ő se tudja, vagy említettem neki mondjuk múltkor telefonban, úgyhogy tudja valamennyire. Tehát lehet, hogy ez már gyakorlatilag ilyen nem kompetencia központos fejlesztés, de valamennyire segíthet abban, hogy maga a LibreOffice is, legalábbis azt lehet mondani, hogy nem csak német nyelvterületen, hanem tehát, hogy bekerüljön a hírekbe. Tehát a német szabályok itt az utolsó, hogy ligatúra helyettesítés, az elég speciális, annyit kell róla tudni, hogy ligatúráknál, ugye, amikor bizonyos betűket, amik kicsit közelebb jobban néznek ki, azt kicserélnek egy nyomdai jelre. Az említett Gutenberg, az például 260, a 26 betűs, vagy nem tudom hány betűs latin ABC, ezt csinált rögtön 260 jelet azért, hogy kellően tudja passzingatni ezeket a betűket, meg jól mutassanak ki. Gyakorlatilag ő a kézírásos bibliát akarta leutánozni. Hát ennek vagyonokba került még a nyomdai változat is, de nyilván az meg megfizethetetlen volt még a gazdag emberek számára is egy kézzel írott kódex. Ő viszont majd 160-at vagy 170-et megcsinált és eladott, de olyan áron, hogy egy köztisztviselőnek a 3 éves fizetése volt egy ilyen nyomdai példány, tehát megérte a nyomdászattal foglalkozni. Amit el akartam mondani, hogy a német tipográfiában a ligatúrák, a ligekötők előtt, vagy az összetett szavak határán, illetve bizonyos képzőknél le van tiltva, tehát a német helyesírásnak ugye Duden által tiltott dolog, és úgy néz ki, hogy van rá remény, mert véletlenül megtaláltam itt legutóbb egy, aki a német szótárnak a fejlesztője volt, és szabad szótárnak, egy Björn Jacke nevű illető, készített egy ilyen LaTeX kiegészítő, ami javítja a LaTeX formátumot, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van rá remény, hogy a grafit, illetve ilyen font formátumnak a GDL nevű leíró nyelvébe bele lehet préselni ezt a 2000 német szót, ha nem is a szavakat, hanem valami olyasmit, hogy javítsa ezt automatikusan. Idáig a német fejlesztők, LibreOffice fejlesztők, illetve úgy nem vették komolyan ezt a dolgot, mert azt mondták, hát ez úgyse jó a németben, hát írja az ember, látszik, hogy rossz, az egészet ki kell kapcsolni, maga ezt a tulajdonságot, a ligatúra helyettesítést. Most egy kicsit lehet, hogy akkor azt látják, hogy ez használható, és mondjuk olyasmit várok tőle, hogy mondjuk ezek a betűkészletek, amelyek mondjuk a magyar nyelv számára tényleg kifejezetten hasznosak, és mondjuk itt a fővárosi bíróságon van egy-két bíró, aki mondjuk, akit ismerek, az természettudományos végzettsége is rendelkezik, vagy diplomával is rendelkezik mellette, nem tudom, hogy azért-e, de használja ezt, hogy egyszerűsítse magát a jogi dokumentumok a készítését. Tehát azt várom, hogy mondjuk, vagy azt remélem pontosabban, hogy mondjuk ezek a betűkészletek bekerülnek így a Linux terjesztésekbe is. Windowson nincs probléma, jó esetben bele van csomagolva, de mondjuk Linux terjesztésekben ezek említett betűkészletek azok külön nem tölthetők le, csak mondjuk a honlapról. Persze ez az sem probléma, de nem ártana, hogyha ez is elérhető lenne így. Köszönöm szépen a figyelmet!